nem csak egy-két ölelésnyi töltet volt benne, hanem maga a szerelem, ami ennek a legtöbb ember kívánja képzeli. Meg lehet annál is több. Ahogy telt múlt az idő, mindketten megrémültek érzéseik súlyától, méretétől. Egy napon pedig előkerült a fejtörő kérdés, hogyan tovább? Nem találkoztak annyiszor, mint szerették volna. Romeo elfogta a megismerkedésüket elősegítő Dilipatát, ám azután is sokat utazott. Alanyai nem voltak figyelmesek iránta, egymástól több száz kilométerre élték ki ölő hobbiukat. Zoé nem szívesen autózott a férfihoz. A városban kényelmetlenül érezte magát, akár egy vadas parkba zárt őz. Az utcák és terek, ha még oly tágasak is, sikátorként zárultak köré. Attól tartott, ezeken a szűk, szoros fullasztóhelyeken bármi rossz megtörténhet. Miként a leveskocka sűríti magába az ízeket, olyképpen koncentrálódtak itt a bús, ádáz, bántó áramlások, akárha élők és holtak lelkei egyaránt kísértenének. Érzékleteiről nem szívesen beszélt, hiszen ő mindig azt furcsálotta, ha a náluk éjszakázó városlakók végig rettegték az éjszakát, bármely nesz észleltén felsikoltottak vagy mordájra kaptak, és minden egyes bagolyhúgás hallatán hazatelefonáltak, hogy meghalt-e már valaki. Romeo jól érezte magát a birtokon. Szívesen részt vett a különféle munkákban, edzőtermi neveket címkézett rájuk, míg rá nem döbbent, hogy hó, fordítva történt anno. A kaszálás, fejés, vízfordás, bálacipelés, almozás volt korábban, ezek pótléka a futógép, a súlyzózás, a comprés, a haspad, mi egymás. Egy napon a legény lakásbéli, hat személyes ágyó fekve, ünnepélyesen megköszörülte a torkát, a mellette heverő lányra nézett, és így szólt. Költöz hozzám. Szakítottak. Nem abban a percben, előbb hosszan vitáztak mindenféléről. Zoé mielőtt kirobbant volna az ajtón, hogy haladéktalanul hazahajtson, vagyis vidékre, mert ő ott volt a helyén, a férfira merett. Mondták már neked, hogy pszichopata vagy? Informálódott. Romeo legyintett. Mondták. Na és? Nem vagyok. Miért nem inkább arról beszélünk, miért nem akarsz velem élni? Mert nem tudok. Ég veled. Kirobogott az ajtón, kocsiba vágódott, hazasöpört. Utóbb az utazás egyetlen percére, négyzetcentiméterére sem bírt visszaemlékezni. Hosszan füstölgött. Kellett ez neki. Most már tudja, milyen pasast keressen hátralévő életére. Olyat, aki közel lakik. Habár több olyannal akadt már dolga, és tudván tudta, a közellakás halálosan kevés. Na de ha a spirituális férfi nem költözik hozzá, ő pedig nem hajlandó városban élni, akkor marad a párta. Vagy Frid lelép, egy másik birtokossal egyesítik a vagyont, és azután közösen óvják gyarapítják. Az ötletre így reagált, boá! Romeo nem iparkodott utána. A telő múló napok hetekké folytak össze. Zoé átélt mindenkint, amitől valaha is rettegett. Ezerszer végig pörgette magában a szakítási finálét, mire rádöbbent, hol szúrta el. A miért nem akarsz velem érni kérdésre, pontatlanul válaszolt. Az őszinte és helyes válasz így hangzott volna. Szeretnék veled élni, de itt nem tudok. Te gyere hozzám! Például egyszer sem mondta Romeónak, mennyire szereti őt. Úgy vélte, ez teljesen nyilvánvaló. Miként az is, hogy boldogan befogadná a férfit a házba, és Armand sem tiltakozna. Ha pedig hosszasan együtt élnek, és még mindig nem nyírták ki egymást, az igaz szerelem ismérve az, hogy sírig tart, csúfolkodott csitrikorában. Akár együtt is maradhatnak, amíg ez mindkettőjüknek, főleg gyönyörűségére szolgál. Zoé döntött. Látnia kell Romeót valóságosan is. Képzeletben mindig maga előtt látta, a magas növésű férfi sietősen lépdelt felé, széles karimájú kalap árnyék volt a szürke szemét, határozott mozgása hangsúlyossá tette erőteljes vállát, farmernadrágot, veszkócsizmát viselt, a kezében tartott szalmaszálat a fogai közé harapta, és... Zoé elszakadt a mozgóképtől, felkelt lambada mellől, igézetten a garázs felé indult. A valóságban is elmondja Romeónak, mire jutott, a többi a férfin múlik. Kocsiba ült, padlógázzal sűvített a 23-as autópályán. Góliát Nogentől. A becsapódás után kevéssel Nogentől felocsúdott. Környezetes szitán keresztül szűrődött hozzá, olyan szitán át, amelyben korábban valami véreset és cafatosat mosogattak. Nem értette, miféle tompa fájdalmat érez, miért látja a saját hasát, mi csöpög a képébe, és honnan.
Miután ebből feltisztult, szívesen visszamenekült volna a fél öntudatlanságba. Ekkor már felfogta, mi történt. Kirepült az útról a kocsival. A járgány felborult, a motor gyakorlatilag az ölébe préselődött a kormánnyal együtt. A légzsák, mint a hirtelen, lefogyottnak, akár csak ő is pár éve, lottyantra hurkásodott. A lebernyegek az arca körül lifektek susogtak, a bezúzott ablakok közti húzatban pillanatokra se váltak moccanatlanná. Nem úgy, mint ő. Mozdult volna, ám odaszegeződött. Hova? Úgy vélte, az ülés kiszakadt és hátrébb csúszott vele együtt. Az ölébe passzírozott vasakon kívül a biztonsági övis is szorosan tartotta a testét, pók sem köthette volna szorosabb gúzsba. Az is meglehet, hogy a beletörténteken még egy rutinos, vén baleseti helyszín elő sem igazodna el. Kezdetben elhitette magával, hogy rögvest erőt gyűjt, letolja magáról a roncsot és kiszáll. Miután hajlandó volt elfogadni ennek reménytelenségét, a mentők érkezésében bizakodott. Fülét hegyezve feküdt, vagyis lógott fejjel lefelé, és mivel annyira akarta hallani a szirénázást, kisvártatva meg is hallotta. Ezzel mindössze egy bibi volt, a halucináció nem testesült meg. Órákig nínózott magának. Tűzoltókat is fantáziált, sejtvén lángvágóra is szükség lesz kiszabadításához. Végtagjai elviselhetetlenül fájtak. A zsibbadástól az elhalásig terjedő skálán percről percre fokozódott a kín, és még az is eszébe jutott, hogy voltak éppen fantomfájást érez, mert a lábai leszakadtak. A vérezgetés alább hagyott, rövidesen újabb csepegés kezdődött. Szaga alapján vizeletnek bizonyult. Nogentől undorodva felordított. Vergődött ültében, ám ez sem használt, sőt, a fájdalom elviselhetetlenné nőtt. Folyvást kifelé fülelt a napsütés által hevített kaszniból, töredékesen tért vissza az emlékezete. Száguldott a viharban, a mutató elérte a bűvös számot, 300, ő az út királya. Nyilván vízpárnára futott, az dobta magasra a kocsit. Hiába fizeti az autópályadíjat és egyéb sarcokat, az utakat mégsem gondozzák eléggé. Mihelyt kijut innen, akkor a pert akaszt a fenntartók nyakába, hogy belerodjannak. Ácsi, hol vannak már a mentősök? Miért nem rohannak felé hordággyal a kézben? Ha ez így megy tovább, nem sokára a bikázógépet is hozhatják, mert a szíve is leáll. Remélhetőleg nem végleg. Ő majd testen kívülről nézi a körülötte sürgülődő szanitéceket. Azok üst ki kiáltásokkal összerándulásra késztetik szívizmait a defibrillátorral. Izgalmasabb lesz, mint a filmekben, legalábbis számára. Ő ezt aggódva leköveti kívülről, aztán visszabújik a húsba, és kegyesen szívdobogni kezd. Legyen sikerélményük az egészségügy robotosainak. Milyen büszkék lesznek, ha megtudják, kit hoztak vissza. Állj! Hol késlekednek már azok a kibaszott robotosok? Hoppá! Mihelyt a szörnyű felismerés belévillant, elektromos töltésű korbácsütés sújtott végig belső szervein. Persze rájött hamar, mi ez. Belöveltek a stresszhormonok, méghozzá ipari dózisban. Igen, abban a pillanatban érte őt a félelem áramütése, melyben rádöbbent, nem jönnek a mentősök. Nem jönnek, mert a kutya sem értesítette őket. A baleset szemtanúi, a szemét közönyös patkányok elintézték őt egy válvonással. Lehetséges, hogy még örültek is. Nem nyúltak a mobiljukért, hajtottak tovább pofájukon a kárörem vigyorával. Nogentől megátkozta az emberiséget, senkivel sem tett kivételt. Mindenki rohadjon meg, egytől egyig. Most akkor mire számíthat? Az autópályazsaruk majd csak kiszúrják. Újabb töredék került a helyére a fejében. A járgánya átsuhant az utat szegő drótháló fölött, aztán bokrok következtek, és még azokat se tarolta le. És mi a hála? Rohadék susnyás eltakarja a kocsit. Tehát az út felől nyoma sem maradt az ő tragédiájának. Nem látják, hogy ő itt lóg a roncsban, fejjel lefelé. Na jó, akkor majd kibökik a levegőből. Milyen gyakran helikoptereznek a tetű autópályázsaruk? Hosszan fülelt, minek eredményeként hamarosan meghallotta a gépkelepelést. Ez sem volt valóságos. Hanem a csöpögés... Kop, csend, kop, csend, újra kop. Na, ez valóságos volt. Hát ez isteni, csöpög a benzin. Mindenütt üvegcserepek hevernek, ezerrel tűz a nap. Na ne, ilyesmi csak a lúzer pórokkal történhet. Vele ugyan nem. Nogentől teljes erejéből kiabált. Segítség, segítség, segítsen már valaki, csesszék meg! Hallgatózott és hallott is. Távoli motorzúgást, tovarobogó karosszériák sógását. Közelről meg ezt. Kop, csend, kop, csend, kop, csend. Mikor lesz végre napnyugta? Hogy is tanulta a fizikából?
A fénysugarak fókuszálódnak az üvegtörmelékben, a szikra kipattan, le a nappal. Segítség, segítsen már valaki, rohadnátok meg mindegy szálig! Rövidebb, pihentető tudatvesztés végén lépteket hallucinált. Cipőt absurlódott a fűben. Valaki csoszogva közeledett. Árnyék vetődött az arcára. 20 és 60 év közötti kortalan atyafia állt meg a roncs mellett. A surmó a szájából kilógó fűszálon rágódott, miközben térdét enyhén behajlítva, tőke súlyos fejjel oldalvást hajolt lefelé, az ő helyzetét fürkészve. Úgy rémlett, ez a gyalog még a mókuskerékben is behalszik. Mi van, haver? Mordult Nógentől. Nem láttál még fehér embert? Erígy, hív segítséget! Vagy vár csak, itt a telefonom valahol, de el ne inaj vele, mert rohadt drága volt, és úgy is leverném rajtad. Rádöbbent, mekkora marhasságot mondott. Mint az összekuszálódott rozsban szem előtt heverhetne a készülék. Szia, szia! Szólott a jövevény. Szürke ruhája, haja, arca, szája volt, utóbbi szegletében besűrűsödött a nyál, középütt viszont buborékozott. Foga, mint a mesében. Hol volt, hol nem volt. Szia, szia, te mit csinálsz te itt? Henteregsz fényes nappalkor? Te figyelj, akarsz te játszani? Játsszuk azt, hogy kifújja hangosabban a fűszálat. Úgy is én győzök. Ja, neked nincs füved. Tépek egyet. Na figyúz, amikor nekem ilyen szagom van, mint neked, akkor farba szoktak rúgni otthon, meg kajaválnak is. Hányszor mondjam még, hogy ne húgyozz be? Vén bolond vagy te már a bepisáláshoz. Pedig nem is szokok behúgyozni. Csak néha elfelejtem kivenni a slagot. Te figyelj, miért csinálsz úgy, mint a te nevér? Hihi, te bőregér, te, szokol te vért színi? Kussolj már, te lütyő, koncentrálj minden porcikáddal. Olvas a számról, fülej is, hív segítséget. Amint látod, bajban vagyok, értve? Te, figyelj, te! Az atyafi fejéből kihullott, miért is tépte a fűszálat. A szerettet eldobta, a sajátját tovább rágcsálta. Beszéd közben szagaratlanul buborékozott. Miért nem mászol ki onnan, te? Mert nem tudok, te gyíkagyú. Ó, a rohadt életbe! Az egész falut ilyenekkel népes. Miért pont neked kellett erre járni? Hát küldtek, hogy szedjek olyan izét. Na, izét is? Te nem emlékszel, te? Hogyan emlékezhetnék eljettet, te baloggyalog? Most lesz egy semmit, hanem néz körül, hát ha megtalálod a telefonomat. A jövevény térdrodgyantva lejjebb hajolt, elbámult Nógentől mellett, végigvizslatta a benti káoszt, majd még közelebb tolt a fejét a másik férfi püffet arcához. Az út királya bandzsalítva nézte a surmó száj sarkából gyülemlő, fűzöldes, opálos váladékot. Menj már innen, hé! Tört ki belőle. A kiáltástól ilyetten félreugró atyafi feje az ajtóperemhez ütődött. Jaj, veszélykelve szédelget hátrébb. Te nem is vagy a barátom, óvégatta. Jaj, mit csináltam? Mi bántottál, he? Nem bántottalak, nyugi, suttogta Nógent tőle kedvesebb hangján, szíve szerint ölt volna. Nyugi, semmi baj, figyelj, barátom, jobb ötletem támad. Menj ki az út szélére, és incs le egy kocsit. Az agyafi heves fejrázással tovább hátrált. Nem szabad, nem mehetek, tilos, meg van tiltva. Ha oda megyek, végem, megdöglesztenek, eltaposnak, kiontják a belemet. Hát ilyen nincs, fogcsikorogta Nógentlő. Messze laksz? A gyalog a távolba bökött szürke körmű mutatójával. Ottan, mondta. Ottan lakok. Te figyelj, te! Mi ez, amit csöpög odaföntről? Hű, de büdös szipus szaga van. Nem szabad szipuzni. Tilos. Akkor ne szipuszkomám. Ne is törődj vele. Most fogd magad és indulj haza. Keres valakit, aki pengébb nálad, már ha létezik ilyen a lábvidéken, és értesítsétek a mentőket, tűzoltókat. Érted? Jaj, te! Hát hol van hát tűz, te? Nagyon szeretem a tüzet. Olyan szép, amikor lángol. Imádom a tüzet. Nézni is, meg csinálni is. Hé, te balga gyalog! Figyelj rám minden a sejteddel! Fejreálltam a kocsival, mint látod. Beszorultam, talán ez sem fér kétség. Mindjárt szétdurran a burám a fejenállástól. Szükségem van segítségre, hogy kihúzzanak innen. A koma felderült. Tucatnyi buborék lebbent fel ajkáról, megragadta Nógentől vállát. Kihúzlak én tégedet, miért nem ebben kezdted? Kidugott nyelvvel, átszellemülten rángatta a balesetest. Góliát először élte át, milyen az, amikor Dávid áll nyerésre. Úgy érezte, leszakad az alsó teste, meg a középső is. Kiújult a vér és vizelet csöpögés. Rémülten a balogra ordított. Eresz el, te legjobb, legédesebb barátom! A falu esze elengedte a vállát, és elnyílt szájjal kerek szemmel rávámult. Tényleg? Te tényleg a barátom vagy te? A leges legjobb. Tegyél meg nekem egy baráti szívességet, hozz segítséget, rohanj, siess! A balga fenyegetően megrázta mutatóujját az orra előtt. Te meged behugyáltál, te! Nem köplek be, ha játszasz velem! Te képzeld, nekem van gyufám, bezanyám! Majd játszunk, barátom, ha visszajöttél a mentőkkel, oké? Megegyeztünk? Hozz segítséget, aztán hülyére játszuk magunkat.
Vagy veled már megtörtént? A teremtmény törökülésbe huppant Nugentől feje mellett. Madzag öves, budgyos szárú salavária zsebéből gyufás dobozt húzott elő. Nyelvét kidugva előpöccintette a skatulya fiókát. Lehajolt, hangosan végig szimatolta a gyufaszálakat. Csettintett a nyelvével. Két ujja közé csippentve előhúzott egy szálat. Kóliát felnyögött. Legédesebb egyetlen barátom, fuss, rohanj, ha már rég elmentél volna, akkor is késő lenne. Hozz segítséget, elmondom újra, hozz segítséget, nekem, ide, gyorsan. Te, hogy hívnak tégedet, mit mondjak, kinek kell? Barát, ez a nevem, szugerálta Nogentől. Hozz segítséget a barátnak, ez küldetés, csak te viheted véghez, fuss már. A falu esze feltápászkodott, hosszan fürkészte az ujjai között tartott gyufaszálat, egyszer csak felidéződött benne, mire is való. A fejet végighúzta a skatulya oldalán. Buborékolva, kúrjongott gőgicsilt a szépen táncozó lángnak. Nogentől behúnyta a szemét. Ideje volt, hogy megfogalmazza testamentumát. Futok, rohanok! Kiáltotta feltűzelt Balog. Elpottyantotta az égő gyufaszálat, és csoszogva odébb állt. A kaszniba zárt Góliát nem merte kinyitni a szemét, úgy sem látott hátra. Nem tudhatta, mi zajlik amott, a csöpögő benzin és a láng között. Sercegést, szikrázást érzékelt. Határozott. Senkire sem hagy semmit. Mindenki dögöljön meg, akit nem ért baleset. Vagyona pedig pusztuljon el, vagy tartson vele a pokolba. Hosszú percek teltek el. A roncs nem robbant fel. A hagyakozó testét nem emésztették el a lángok. Lement a nap. A szürkület mélyült, feketült. Leszállt az éj. A falu esze, naná, megfeledkezett küldetéséről. Kim tapet. Kim simán bejutott az épületbe, a biztonsági őr nyegle fejbiccentése láttán arra gondolt, hogy a férje, vagyis a volt férje, azaz seggfejszem, megtaníthatná az embereit a tisztelettudó viselkedésre. Na persze, azért nem teszi szóvá az alkalmazottai faragatlanságát, mert ő maga is vattirpák. Nyilván rozsomákok közt nőtt fel, csak később találta ki magának a viszonylag konszolidált gyerekkort. Kim úgy döntött, belátogat a direktor ex-puccos irodájába, mely az éjjel órán üdítően szemtelen. Bizonyára akad valamelyik fiókjában néhány porciónyi pörgetőszer. A másfél flaskányi konyak nem adott elegendő merszet a böhön kamion megüléséhez. A bilikék színű gigantikus építmény alsó szintjén voltak a raktárak, amelyek rámpával kapcsolódtak a külvilághoz. A berakodásra váró kamionok a rámpákhoz tapadtak, összképük olyan benyomást keltett, mint a csibék lógnának a kotlós emlőin, vagyis bocs, akárha mamut bébik szopnák az anyjukat. Az emeleten folyt az irodai tevékenység. Az alkalmazottak számítógépen és vagy laptopon dolgoztak, mégsem voltak kevesebben, mint a mechanikus írógép és a golyós számoló korában, csak éppen a munka tartott jóval tovább. Kim nem kétszer tanácsolta férjének, hogy bocsássa el léhűtői felét, mert akkor több pénzük marad. Sam azt felelte, nő lévén nem ért hozzá, ne szóljon bele, inkább süssön pitét és súlyozzon mellizomra. Nem csak rozsomákok, hanem lopokrócok is részt vettek a tulok ipsa nevelésében. Beszállt az üvegajtós tükörfalú liftbe. Elfordult az előnytelenül kövérítő tükröktől. Na persze, a lift is totál flancos. Mit bámul magán Sam, miközben a hivatali ügyeit intézi? A piszok drága öltönyét nézegetheti, az kifogástalan. Na de az arc, meg a test. Ja, és a belső? És ő szerette ezt a férget valamikor. Ja, akkoriban még a madársa járt. Átsétált az üres titkárnői szobám. Próbálta felidézni a legutóbbi csirke kinézetét, ám ez nehezére esett. Jó sok fogyott belőlük tulok szem pályafutása során. Valamennyien úgy viselkedtek, mint a szépség királynő cím várományosai. Alig jutottak túl a kiskorúságon, affektálósan csicseregtek, lenge ruhácskáik, erős sminkjük láttán az ember azt hihette, a szépség koronázó gálára csöppent be, hamar elkoptak Sam előszobájából. Egy részük azért távozott, mert főnökük vagy munkatársaik komolyra vették, amit öltözékük sugalt, és bizony rájuk másztak. A többiek férjet fogtak, vagy találtak egy menedzsert, aki bedomálta nekik, hogy világkarrier vár rájuk, fele tudja utóbb hol végezték. Azon észszerű javaslatot, miszerint tartson korosabb, ám hozzáértő, mi több intelligens titkárnőt, Bunkó Sam lezsepörte, úgy vélvén, neki nem okos, titoktartó, beszélő határidő napló kell, hanem vihorászó szőkék, akikkel repiszhet. Kim az irodába nyitott, amely fényűzőbb nappalinak, vagy inkább hálóteremnek is beillett volna. Sötét arany, napraforgó sárga
és dohánybarna színek uralkodtak a budoárban. A kivesző állatfajok valamelyikének bőrével bevont, szerencsepatkó alakú kanapét, elborító díszpárnákat, csicsák, bojtok, fritterek ékesítették. A fotelok forogtak, masszíroztak, melegítettek, tengermorajlást, madárcsicserkést hallattak. A borsos áru cefréket tartalmazó palackok közel valóságos méretű földgömböt tartalmazó tárolóban tárolódtak. A vagyontérő antik szekrényekben sorakozó díszes gerincű súlyos kötetek a klasszikus műveltség látszatát keltették. A falakon függő festmények, valamint a helyiségben elhelyezett kis plasztikák, szobrok, halotti maszkok, fáraó múmiák, mind másolat, igyekeztek megtéveszteni a látogatót, miszerint ő most az Uffiziben, a Britisben vagy a Louvre-ban álmélkodik. A feltűnően elhelyezett szuperfényes zongoráról mindenkinek a Carnegie Hall-ra illett asszociálnia. Ez volt a hely, ahol siralmas szem valakinek érezte magát. Kim átkutatta az íróasztal fiókjait. Már az elsőben kapása volt, be is dobott két pörgető pirulát, amelyektől nem sokára übermacsónak, igen-igen, fogja érezni magát, és kétség sem merül fel benne azt illetően, képes lesz-e megmozdítani a böhöm nyergest. A többi fiókot már csak megszokásból nézte át. Az ő magánszféráját is folyton ellenőrizték gyerekkorában. Az anyja simán beállhatott volna Schmasszernak, Zsarunak. A középült kivágott belsejű könyvekbe rejtett titkait is megtalálta, és a Szent Leány napló számkódos lakatja sem állt az útjába. E szokásának Kim esküvője után is hódolt, minden látogatásakor végigjárta a házukat, szekrényeket nyitogatott, fiókokban kotorászott. Amikor a lánya rászólt, ő így felelt: jogom van hozzá, az anyád vagyok. Tulokszemnek cseppet sem tetszett a házkutatási privilégium. Firtatni kezdte, melyik király miféle hőstett fejében adományozta e jogot anyósának. Anyuka nyomban megharagudott. Tehát szerinted annyira vén vagyok, hogy már a hülye királyok idejében is éltem? Kiabálta. A sértést követően részéről a házkutatások abba maradtak, a szokásjog átszárt leányára. Sajnos Kim szeme fénye rossz néven vette a holmiában turkálást és anyja egyéb magándetektíves tevékenységeit, pedig ő rengetegszer elmondta neki, hogyha majd felnő, ugyanezt fogja csinálni. Tudnélik, a felnőttek mindig ezt csinálják. Az emlékkép hatására majdnem elpityredett. Bizony, a tulajdon gyerekének se fog hiányozni, ha meghal, habár szeme fénye talán-talán mégiscsak büszke lesz rá, hiszen anyukája zseniálisan készelt halálmódnak köszönhetően biztosan bekerül az összes híradóba. Nos hát, ő így elbosszult a világon. A pirulák gyorsan hatottak. Kim érezte, hogy rohamosan férfiasodik agyban. Na jó, indulás. Hopsz, előbb kimegy a vécére, nem állva fog pisilni. Anyától tanulta, és ő is továbbadta a szeme fényének. Mindig tiszta bugyi, épp zokni, harisnya legyen rajtad. Sosem tudhatod, mikor kerülsz kórházba, és a vetkőztetéskor piszkos úr leéghetsz. Továbbá soha ne indulj el otthonról teli béllel, hólyaggal. Elvégezte a dolgát, kezet mosott, a fürdőszoba ajtóra merett. Furcsa hangokat hallott, mint a elszabadult elektromos fogkefe vagy hajszárító randalírozna odabent. Úgy döntött, benyit. Legalább még elszántabb lesz. Valahányszor ott járt, mindig felhúzta magát a római villa fürdője stílusú berendezés a padlóba süllyesztett masszázskád láttán. Most is szüksége volt a dű munícióra. Utóvégre nem minden nap tökéli el az ember lánya, hogy kinyírja magát. Benyitott, és azt észlelte, hogy csiralmas szemhever a masszírozásával lebilincselt kádban. Nem purcant ki, bár arcban püffett, szem alatt táskás, bőrszínét tekintve hasmenéses volt. Az alacsony vízszint fölött lévő buborékbefúvók erősen zörögtek, a vízben gurgulázók pedig azt a látszatot keltették, mint a tirpák szem éppen most fingadna ki. Meg most, és most is. Csak tessék, csak folyton fingvást. Brrr. Szóval nem jött össze a randia, vagy csúfos véget ért. A direktor ex kiütötte magát ezzel-azzal, és úgy döntött, nem megy haza, inkább itt kómázik munkakezdésig. Kim felmérte, hogyha a férfi még jobban elernyedne, akkor sem bírna megfulladni a kevésnyi vízben. Kinyitotta a csapot, ellenőrizte a víz hőfokát, kivont egy keveset a hidegből a forró javára. Szalutált a hajdaninak, és az ajtóhoz indult. Macsósodó agya szörnyen pörgött immár. Félútról visszafordult, lekapta a római pultról a hajszárítót, és seggfej szem mellé dobta a kádba. Hopsz, a cucc nem volt rácsatlakozva a ménkű forrásra. Se baj, utána vágta az elektromosok kefét. Az viszont rövid lévén a madzagja a masszázsmedence pereméig sem ért el. Kim bedühödött. Megragadta a borotvaszeres nezesszert, és háromszor hevesen fejbe kólintotta vele a fürdőzőt. Szem még relaxáltabb lett.
Miattad utáltam meg az életemet, te mocsok! Rögte a nej. Kidübörgött a folyosóra. A liftre megnézte a táskáját. Oké, pénz, hitelkártya, tartalékgyorsító, jogosítvány, megvan. A kamion parkolóra nyíló ajtón áthagyta el az épületet. Az indulásra váró, megpakolt kolosszusokhoz robogott, az első nem tetszett neki. A kocsi szekrény mustársárga színe ütötte a cipője kékét. A másodikat rendben találta. Felkapaszkodott a vezetőülésbe. Az indító kulcs a helyén volt. Hűha, anyus, most mutasd meg, hogy ellestél egyet mást a monstrummániás bunkorszemtől. Bedörrentette a hajtóművet. Úgyszóval huppanás nélkül kihajtott a parkolókocsik közül. Ám még nem győzött le minden nehézséget. A telep kijáratánál eléje ugrott a kapuőr. A sorompókar nem hárult el az útból. Kim gázt adott. A gigász meglódult. A strázsa bukfencezve félre menekült. A sorompóból fogpiszkáló lett nagy családos adag. Kim bekapcsolta a CD játszót. Mi más bömbölt volna a hangszórókból, mint kamionos country zene. Az is jó, csak minél hangosabban üvölcsön, hogy elnyomja a fejbéli hangokat. Felcsavarta a hangerőt, a gázpedálra taposott. Csak az autópályáig jusson el zavartalanul. A nehezén már túlesett, mozgásra bírta a bestiát. Ettől való félszéhez képest smafú a meghalás. Ha végre feldönget a 23-asra, már nem lesz sok hátra az ágyékába villámló kéig. Bekapta a tartalékgyorsítókat, a táskát kivágta az ablakon. Húzat csapott az arcába. Eszébe jutott, hogy a cúg nem jó, bedagadhat tőle a szeme. Kotkodácsolva felvihogott. Hogy vagy, vattirpák szem? Vízbe döglöttél már? Gerard Rysovski. Gerard istenien érezte magát szülőhelyén. Császári fogadtatásban részesült, díszpolgár lett, megkapta kisvárosa kulcsát, sajnos nem a kincstárért, csak valami jelképes bigyulát. Vacsorát rendeztek a tiszteletére, többen autogramot is kértek tőle, sokan meg azt, hogy hasson oda ügyeikben, és önmagától értetődően mindent megígért. Politikusi pályafutása során ezt tanulta meg elsőként. Az ígéret sok-sok szavazatot hoz, tehát lapátszámra ígérges. Ha pedig számon kérik adott szavadat, nyomban kend másra, te sosem vagy hibás, soha, semmiért. Ennyi. Oly egyszerű, mint a lefejelés. A városi tévések riportfilmet készítettek róla. Megszólaltatták egykori óvónéniét. A helyes mamóka lelkesen hajtogatta. Gerard jó gyerek, Gerard jó gyerek. A tanárok is vallottak. Gerard jól tanult, nem renitenskedett, üldözte a deviáns megnyilvánulásokat, sosem cipelt be lőfegyvert az órákra. A vak is láthatta, egyszer még sokra viszi. A tornapedagógus elnézően rebegte. Hát nem volt éppen majom ügyességű gyerkőc. Szegényke egyszer lepottyant a kötélről és lezúzta az állát. Jó, hogy emlékeztet, dörmögte magában Gerard. Majd gondom lesz rád a nyugdíjat kiszámításánál. Habár akkora személyiség még nem volt, amekkora lenni vágyott, na de van ideje feljebb hágni. Egyelőre nagyvárosi polgármesterség is elegendő lesz, ugródeszkának. Első feleségét is megint elrjúvolták. Gerard már alig bírt visszaemlékezni, miért vette el a tyúkot, illetve emlékezett, ő csak nem szívesen. Kevés szexuális tapasztalattal rendelkező gátlásos fiú volt, hol van az már, és bizony a bujanémber kivetette rá a hálóját. Egy szexben kezdő, nyomoronc fiatalembert roppant könnyű megcsípni, oltára lécibálni. A nők pontosan tudják, a pasikat, akárcsak a kígyót a farkuknál fogva kell levadászni. Nos, ő még időben figyelmeztette egykori nejét a jó modorra, ezért az nem panaszkodott a tévéseknek a vállás környéki maflásokról erről-arról. Szemlesütve, órát vakargatva mesélt Gerard édes aranyos dolgairól. Például a rendszeres mókus etetésről, holott igazából lépuskával öldösre őket. A romantikus nyári tábortüzezésekről, némelyik után a menedékház és a fél erdő is leégett, hehe. Na de nem ezeken a bocsánatos dolgokon múlik egy leendő államférfi lényege, vagy micsodája. Hanem az öregedő ex-nej tényleg folyton az orrán babirkát, még dicséreket is zengett róla. Vakarta simogatta a heftiét, éppen hogy bele nem turkált. Mázli, hogy a félművel tömegeknek gőzük sincs, hogy ez a hazudást jelenti a testbeszédben. Azok csak azt tudják, amit a vezetőik megmondanak nekik. És amíg ez így lesz, addig ő és a vele egyívásúak fényes csodás karrierre számíthatnak. Éljen a haza! Szüleit is megkérdezték azt illetően, milyen gyerek volt a kis Gerard. Reszkető fejű akfelmenői áradoztak magzatuk nagyszerűségéről. Na-na, nem véletlenül küldözgeti nekik havonta a fiúnást, amely jobbára azokból az élelmiszerekből áll, amelyek nem fogytak el az ő otthonában. Utóvégre a szülei nevelték bele, hogy a herdálás nuku
ne dobjon ki semmilyen ételmaradékot. Meg az ő színarany szíve, az a másik tényező. Múltkor is két zacskónyi elfeledett napraforgó magot talált a kamrában. Jó érzésű ember lévén nem rakta az ősöknek szánt dobozba, mivel a celopán alatt moly kukacok hemzsegtek, bár azok alig, ha nem észre se lették volna, amilyen vaksik. Nem küldte el nekik, de ki se dobta. Nem, ő nem pocsékolja a természet adományait. Fogta a két zacskót, kitette a kapu mellé az utcára, hogy a csavargók elvérsék, ha véletlenül akadt két egymás mellett lévő foguk, elszotyolázhassák. Csinált ő ilyet nem is ritkán. Kirakta a lyukas talpú cipőt, a rongyos nadrágot, a döglött házőrző nyakörvét, a gyerek összefirkált gipszcsizmáját, a törött vázú paraplét, a neje által összevásárolt könyveket, amelyekben emészedetlen módon faltól falig ért a sok-sok blabla szöveg. Templomjáró derék emberként tudta, mások biztosan örülnek e hasznos holmiknak. Időnként tréfásan megfenyegette második feleségét, hogy őt is odarakja, de még a velük élő anyóst is ezzel regulázta, hogy a végén úgyis elviszi őket valami csavargó. Gerard jót nevetett, ám háztartása nőtagjai nem találták mulatságosnak a viccet. Pedig ő szellemes, jóhumorú ember, ez is elhangzott a riportműsorban. Vétek lett volna, ha etényt elhallgatja magáról. Képzett politikusként betartotta az aranyszabályt, miszerint ne törődj a kérdezővel, csak is arról beszélj, amit te akarsz az agymosógép révén a publikum fejébe szugerálni. Minden valamire való államember így csinálja. Add át az üzenetet, oszt kalap, hazamehetsz. Ja, nyilvánosan sose légy cinikus, mármint a híveidet illetően, meg ne neszeljék, minek tartod őket. Akkor szavazat megvonással szívatnak már, pedig ők tartanak el téged, méghozzá zsírosan. Épp ezért szemtől szembe mindig légy kedves hozzájuk, mosolyog, ígérj. Pesgővel, kaviárról folyó kánaát, ingyenes gázt, benzint, gyógyellátást, szabadon prédálható szüzeket, cirkuszt, kenyeret, gladiátor viadalokat, angyali trombita hasogást. Az istentelen gaz ellenfeleid egy szidalmazd, ne a tökfej választóidat, és okvetlenül el kell érned, a te ellenségeid az övékéig is legyenek. Híveid még nálad is jobban gyűlöljék a veled szemben állókat, akár le is nyilaszhatják a nyavajásokat, na persze csak saját rizikójukra. Tehát a kisvárosi tévés riport remekül sikerült, és főpróbának is megteszi. Ugyanis mindjárt hazaindul, és holnap a polgármesterkedése alávon nagy-nagy-nagyvárosban is interjút készítenek vele a tévések. Minél előbb megtudják a befektetők és más spekulánsok, hogy mostantól őt kell megkörnyékezni, ha akarnak valamit, annál hamarabb kezdődhet a megkörnyékezés. Persze csak ügyesen, óvatosan, stikában. Mellesleg az sem árt, ha a széles spektrumú reklámhordozó, a tévé, révén a választók megerősödnek abbéli hitükben, miszerint a frissen beiktatott Gerard Rizsoveszki becsületes, megbízható, áldott jó ember. Sokat térdepel a templomban, bőkezűen adakozik. Középkorúként is filatelosan férfias, ővé a város legjobb szabója, fodrásza, mindez roppant fontos. Plusz ajándékként bejelenti, hogy könyv írására készül. Hogy csináljuk politikai karriert címmel? A kötetben 100 pontba foglalja 1000%-osan beváló tanácsait. Akinek mégsem jönnek be a tuti tippek, az rosszul csinált valamit. Kocsiba ült, búcsút intett az ünneplésétől tikkadt sokasságnak. Remélve, hogy a hazaúton nem fújatnak vele szondát, gázt adott, és a 23-as autópálya felé vette az irányt. Mielőtt elhagyta a társaságot, egy pimaszképű nyíkhaj megkérdezte tőle, a díszpolgártól, hol a sofőrje, hiszen ő már éppen eleget itókázott ahhoz, hogy átengedje a kormányt egy nála józanabbnak. Sosem engedem át a kormányt, ezt vésd az agyadba, felelte allegorikusan, egyszeres, mint bosszúsan és akadozó nyelvvel. Gondolom lesz rád, pőcsik, morogta magában, fakötnél hagyva a senki fiát. Egyedül akart lenni az úton, fontos kérdésben kellett döntenie. Az ő korabeli sikeres, vagyonos férfitól üzletfelei és klubtársai egyaránt elvárják, hogy duzzadó idomú fiatal nővel mutatkozzék. Ugyanakkor a választók igényét is figyelembe kellett vennie. A szavazatosok szemében lényeges a hűség, a családi tűzhely, az oltári szentség tisztelete. Nem, mintha ez saját magára is vonatkoztathatná, a promiszkuitásban élő, bigott szentpazék népség, ám elöljáróitól mégis megköveteli. Ja, ilyen igazságtalan, szopatós az élet, nincs mit tenni. Nos, még szerencse, hogy hosszú utazás előtt áll, illetve ül, hehe, gondolkozhat. Salamoni döntést kell hoznia. Miként tegye lapátra a háztartásában korosodó asszonyt és annak intrikus édesanyját oly módon,
hogy a drágalátos voksolók imádják őt ezért. Nos, ki fogja találni? A keringésében cirkuláló alkohol elősegíti a pörgősebb agyműködést. De vajon hol cirkulál a vére? Hehe. Ugye milyen pengén vág az agya? Még ott sofőr vezessen. Apropó, ki fogja harcolni a nagyobb városok polgármesterei számára a mentelmi jogot? Akkor próbálják leszafatázni vele a szondáztató zsandárok. Ha mégse kapja meg, akkor legalább azt eléri, hogy megkülönböztető matricával láthassa el kocsiját. A matrica tudatná a kötekedő nyikhajókkal, hogy ő hivatalból munkakörileg iszik, mert megköveteli tőle a protokoll. Na, ez is megvan. Mire hazatér, nő témában is kifundálja a legbölcsebb megoldást. Lomeo Gordon. Lomeo zaklatottan ért haza, begurult a garázsba, kivette holmiát a kocsiból, siettében a csomagtartó fedelet is nyitva hagyta. Se baj, úgy sem járott senki rajta kívül. Berontott a lakásba, a telefonhoz nyargalt, felkapta a kagylót, aztán csak állt, mint lót, és a fejét csóválta. Teljesen meghibbant. Nem kell ez a hangyabolyos lelki állapot, ő inkább sziklaszilárdnak szereti érezni magát. Nyugalom. Mély komor pillantással a kezében tartott kagylóra merett, mint annak szemébe nézne, aki ezt művelte vele. Olyképpen rohant haza az otthoni készülékhez, akárha nem is volna mobilja. Kiéhezetten vetődött rá, mert elhatározta, most aztán megkérdezi a lánytól, mi az ördög legyen velük. Fura, hiszen Zoé volt az, aki nem tartott marok telefont, és a házában lévő vezetékes légihidat is ritkán használta. Nos igen, ez már ijesztő azonosulás. Ijesztő, ijesztő, elég volt az ön ijesztegetésből. Letette a kagylót, meghallgatta az üzenetrögzítőt. Nem kapott a külvilágból őt érdeklő életjeleket. Kipakolta az acskóból, amit vásárolt, és nekiállt vacsorát készíteni. Virtuóz módon bánta késsel. Percek alatt a kellő méretűre aprított minden zöldségfélét. Előkapta a serpenyőt, olajat hevített, lövésgyorsan létrehozta az esti étket. Elkortyolt egy doboz sört, bekapcsolta, majd elhallgattatta a rádiót. Feltett egy korongot Nick Cave-től, választását nem bánta meg. Murder Ballads intett a hangulatához. Asztalhoz ült, zsibbattan enni kezdett. Nem akart Zoéra gondolni, másra nem tudott. Bár sohasem csúfolódott a szerelem első látásra frázison, nem is hitt benne. Még csak meg nem történt vele. A lány meglelte páncélja nyitját, felolvasztotta atombiztosnak hit szigetelését. Az egyetlen volt, akinek ő folyékonyan elmesélte még a kínjait is. Más férfiak többnyire arról beszélnek újdonsült partnerüknek, hogy az miért, miben különb az előzőeknél. Végül a felek kölcsönösen egymásra zúdítják szerelmi csalódásaik, kudarcaik, keserbús történetét. Ezáltal némileg kiábrándulnak a másikból, továbbá újfent lépre mennek a reménynek, amely szerint a soros kedvessel bemasírozhatnak a tejjel, mézzel, boldogsággal kápráztató paradicsomba. Lomeo lovaglás közben arról gyont, miként élte meg apja meggyilkolását. Idős Gorton különös eltűnések ügyében nyomozott, míg nem váratlanul neki is nyoma veszett. Lomeo tudni akarta, mint dolgozott, merre járt eltűnése napján. Minél közelebb került apja halálának bizonyosságához, annál komorabbá vált. Midőn többé-kevésbé megbizonyosodott az elkövető kilétéről, csapdát állított, és hidegvérrel bekelepcézte a zakkant elméjű gyilkost. Annak kertjében megtalálta apja és más eltűnt személyek feldarabolt tetemeit. Fájdalmat és gyűlöletet érzett, pontosan azt, amit éreznie, nem üdvös, nem is ildomos. Lényegében a bűnöző technika alkalmazásával kényszerítette párbajra a tettest. Végül a stukkerrántásos viadalban a közveszély fickó otthagyta a fogát. Győztem, sóhajtott Lomeo. Tudod, a győzelem ellentéte nem a vereség, hanem az az eszményi állapot, amikor fel sem ködlik benned, hogy embertársaid párharcra valók volnának. Viszont a győzelem feltétele a verseny. Na, a versenyt ezt nagyon utálom. Zoé csodálkozóra tágult szemmel nézett rá. Mit értesz a lényegében bűnöző technika alatt? Kérdezte. Úgy értelmezem, mint a kétkednél azt illetően helyesen cselekedtél-e. Azóta is vívódom. Attól tartok, visszaéltem pszichés tudásommal. Elég egyszerű volt a fickó képlete, és én aszerint manipuláltam őt, hogy eljussunk a számomra kívánatos végkifejlethez. Volt lőfegyvere, ő is lelőhetett volna téged. Ettől párbaj a párbaj. Ez igaz, bólintott Lomeo. Értem ám, mi bánt. Felőlem nézve azt tetted, amit kellett ön és közvédelemből. Azt tetted, amivel apádnak és a többi áldozatnak tartoztál. Ráadásul nekem és sokaknak is tartoztál vele.
Néhány évvel ezelőtt felbukkant a tavon egy gonosz hattyú a többiek között. Nem szokványosan viselkedett, akár egy dúvat folyton támadta, üldözte madártársait, főként a kisebbeket, gyengébbeket. Egy napon úgy döntöttem, nem nézem tovább szörnyűséges tombolását. A lovat megfordítva, dühötten hazatűztem a puskáért. Mire visszaértem, a besokalt hattyúk elintézték aberráltásukat. Kihaláztam tetemét, és örültem, hogy végre nem általa agyonvert vízbe folytott madár hulláját kell kiszednem a vízből. És még annak is örültem, hogy az állatok nem játsszák meg magukat. Bocs, Lomeó. Kösz, Zoé, ez helyre tett. A tabat megkerülő séta közben a férfi bevallotta, némelykor fejre áll annak tudatától, hogy elméje a csoda fegyvere a dilipaták elleni küzdelemben. Attól konkrétan, hogy mivel többnyire kiigazodik és átlát rajtuk, képes irányítani, becsapdázni őket, vagyis a saját módszereiket fordítja ellenük. Ne vagy az túl sokat, Lomeó? Kérdezte a lány. Dehogy nem, válaszolta nevetve. Nem sokkal később Zoé látogatott el a férfihoz. Étteremben vacsoráztak, moziba mentek. A lány szemlátomás nem volt boldog a városban. Nem panaszkodott, nem is kifogásolta az ott tapasztaltakat. Egyszerűen csak idegen maradt számára a biotóp. Amikor erről is beszéltek, azt mondta, neki otthon mindene megvan. Szereti a földet, az állatokat, akkor érzi jól magát, ha lovagolhat, ha úszkálhat a tóban a hattyúk között, amelyek megtűrik maguk mellett, a fióka nevelés idejét kivéve. Egyszer Armanddal csónakezás közben túlságosan közel merészkedtek egy hattyú családhoz. A bősz atyaállat nekik támadt, és csónakostól a vízbe borította őket. A legjobb gondolatai a vízesésnél támadnak, és Lomeó ne aggódjon miatta, ő a sáros szottyos évszakban sem unatkozik a szobába zártan, mivel akkor következik el a legeslegnagyobb élvezet szezonja, a lovakkal suttogózhat a fedett körkarámban. Ilyenkor segít Armandnak felkészülni a bemutatókra, fivére pedig ő néki az eladásra szánt házasok megnyerésében. Mások ezt betörésnek, némelyek belovaglásnak, suttogós hajlamúak becsatlakoztatásnak vagy megnyerésnek nevezik. Mindegyik elnevezéshez más-más technika társul, nekik természetesen a sajátjuk tetszik jobban. Tavaly kipróbálták a lovaknál bevált kommunikációs módszert az egyik tehenükön, akit mellesleg akkor sem vágatnak le, ha az megvénül, ráncos lesz, és egy gram tejet sem ad többé, és búbece tavaszra kezes marha lett. Bár egyikük sem birtoskodó fajta, kíváncsiságból kipróbálták a nehéz bombázó hölgyet hátas jószágként, és az kedvük szerint lépett, ügetett, vágtázott, akadályt ugrott velük, odagyűlt közönségük nagy örömére. Fellépéseiből persze nem lett rendszer, ugyanis búbecét hamarosan anyai teendők szólították el a művészi pályáról. Lomeó nem is aggódott a lányért, hisz annak életmódja mind jobban vonzotta őt magát is. Semmilyen harcművészeti gyakorlat, sor, meditáció nem kapcsolta ki zúgó elméjét oly tökéletesen, mint a lovaglás. Mihelyt felült a lóra, a stressz lent maradt a földön, és leszállás után már nem került elő. Ez most is ráfért volna. Sóhajtva bepakolta használt edényt a mosogatógépbe, feltekerte a soros Nick képdal hangerejét, és a következő pillanatban újfent a vezetékes telefon mellett találta magát. Muszáj beszélni a lányjal. Állt és bámulta a készüléket. Mindannak ismeretében, amit Zoé megmutatott és elmondott magáról, az ő részéről óriási otrombaságnak minősült a városba költözési ajánlat. Azzal csupán ezt adta tudtára, eleddig fikasznyit sem figyelt rá, nem érzékelte, mitől boldog, mitől sugárzik belőle a derű, életöröm. Ha őt, Lomeót akarnák kimozdítani saját közegéből, ő sem állna kötélnek, sőt, deszantos oroszlánként harcolna a szabadságáért. Mi is a saját közege? Sóhajtva elnyúlt a terebélyes ágyon, két karját a feje alá fektette. Nos igen, pillanatnyilag mása sincs, csak a munkája, márpedig ez nem elegendő a teljességhez. Nemrég kiszenvedett a gyermekkorból átmentett baráti kapcsolata. Nem a lány miatt ért véget, az egybeesés abszolút véletlen. Amikor meggyódta Evennek, hogy életében először vakon szerelmes, barátságuk már hosszabb ideje agonizált. Azt is sejtette, milyen reakciót fog kiváltani vallomása, mégis kitette magát a pofonoknak. Évén nyomban neki buzdult a bizonygatásnak. A vidéki népség földhöz ragadt, igénytelen, primitív. Ő nem sokára hülyére, majd halálra unja magát a gumicsizmás paraszlány mellett ebben a sorrendben. Amúgy a csaj tényleg a földet túrja, állatokat fedeztet, almoz, ellet, fej. Elképesztő. Ez a perverz vonzalom nem is egyszerű deviancia Lomeó részéről,
hanem súlyos aberráció. Megfeküdte elméjét az a sok-sok pszichopata. Még a nála normálisabb, lelkierősebb pasast is kikészítenék a beteg agyakba tett kiruccanások. Hányan aggódtak amiatt, hogy egyszer majd nem tud visszajönni valamelyik klienséből. Ő pedig gyarló módon belement a süket vitába. Tudatta évőnnel mekkorát téved, Zoé természetes, üdegondolkodású, nagyszerű, őszinte, igazi, intelligens lány, biogazdálkodásból szerzett diplomát, tömérdeket olvas, és magáévá is teszi, hasznosítja az olvasottakat. Elvétve sem jár gumicsizmában, viszont úgy dolgozik, mint három férfi. Szigorúan megnézik, kit fogad fel maga mellé, válogatott munkásai tűzre, pokolba mennének érte, akár csak ő Lomeó. És nem mellesleg, számára Zoé a mindkerekség legszebb, legvonzóbb lánya. Barátja megoldó gesztust tett. Pompás helyen jár Szimbora, szólt lekezelően. Provincia. Ott van, ásó a kapa. Még ha nem, vigyázol a nagy harang. Aztán jó sokat szekerezel, kaszárt csépelsz. Nem úgy járok oda, mint a vúsliba, vagy a skanzenba. Világos, úgy jársz oda, mint a kupiba, kettyinteni. Jól teszed, addig kefej, amíg győzöd. Megértem, hogy provinciális puncit is fel kell próbálnod. Régebben odafigyeltél rám, még arra is, amit ki sem mondtam, sóhajtott Lomeó. Ó, tehát velem van a baj. Sejtettem volna, hogy a végén megint én leszek a hülye, nyögte Even, és az utóbbi időben gyakorta bevetett, sértődéses sászmába menekült gondjaik megbeszélése elől. Lomeó nem folytatta a győzködést, vitát. Feladta a hosszabb ideje vívott küzdelmet, hagyta kihűlni a barátság hamvait. Elgyászolta, megszenvedte az elválást. Hosszasan elemezte, mi vezetett a véghez. Mesélt róla Zoénak. Barátok voltunk, mert ő volt ő, és én voltam én, idézte a zseniális meghatározást. Eleinte valóban így voltak egymással, így hát Lomeó elsiklott megfigyelései mellett, miszerint Even hamis szelídséggel, álliberalizmussal leplezik kirekesztő hajlamát. Holott ő maga mondogatta, és ebben vitathatatlanul igaza volt, a kirekesztő a végén mindig kívülreked. Idővel megszállottja lett saját igazának. Az ő döntéseinek kellett megvalósulni a barátai, hozzátartozói életében is. Elvégből, mind erőszakosabban győzködte a másik felet, végül már sírós hangon érzelmi zsarolással próbált érvényt szerezni akaratának. Lomeóhoz képest kevésbé volt eredményes a munkájában, annak sikereit saját diadalaként élte meg, és idővel rajta keresztül akar győzni. A rögeszmésbe olvadás szövődményeként az a képzete támadt, hogy a másik embert ő teremtette, az neki köszönheti mindazt, amit elért. Szeretet és gondoskodás maszkjával álcázta bekebelezési törekvését. Lomeó előbb ösztönös, majd keményen tudatos ellenállása nem vezetett belátáshoz, hanem feloldhatatlan feszültséget okozott közöttük. Ő akart én lenni, valamilyen túl idealizált, tökéletes, létezhetetlen én, és lényegében az is volt, legalábbis így hitte. És valahányszor azzal szembesült, hogy ez mégsem így van, összetört. Nem voltam jó buddhista, nem adtam fel a független énemet. Ő pedig elmániázta méltóságát, hitelességét. Ezt nem bocsátotta meg nekem. Lassacskán teljesen befordult, szépszerével semmit sem tehettem érte. A tőle való elhidegülés jobban fájt, mint öt szerelmi csalódás együttvéve. Nyúlta Lomeó. Zoé tűnődő arccal hallgatta a vallomást. Részvétem, mondta őszintén. Évén ma már szinte kizárólag elméleti síkon él. El sem moccan az agyam elől, mindent szétanalizál. Minél tovább töprengek, annál bizonyosabb, hogy engem is hasonló vész fenyeget. A lány lovaglőlésben a férfi hasára telepedett, végigmasszírozta felső testét. Kisvártatva Lomeó már arra se bírt visszaemlékezni, analizálta valaha. Ezen az éjszakán hangzott el az együgyű, sőt goromba leánykérés. Zoé kifakadt, szót követett, és bár Lomeó tudta, azért veszekednek, mert nem mernek arról beszélni, amiről valójában kellene, vagyis az egymás iránti mély, komoly elköteleződésről, belesodródott a vitába. Ez is igazolta a tézist, amely szerint az embert azok bírják a legjobban felhúzni, akik a legközelebb állnak a szívéhez. A lány elrohant, ő nem állt az útjába. Dermedten feküdt az ágyon, azon töprengve, talán hallgathatott volna azon esetéről, amelyben tudatosan manipulált egy latens homoszexuális gyilkost a médián keresztül. A befolyásolással elérte célját, a fickó a maga torz módján beleszeretett, és óvatlanul hagyta magát kicsalogatni a búvóhelyéről. Zoé elhűlten hallgatta a történetet. Nem botránkozott meg, nem szörnyedt el, csodálkozott.
Te a pengei a vékony jegén táncolsz, Lomeó, suttogta. Jól árnyalod, bólintott a férfi. Szerintem igenis imádsz győzni. Kevéssel később pedig így fakad ki. Mondták már neked, hogy pszichopata vagy? Az emlékezéstől feldúlt Lomeó lepattant az ágyról, a telefonhoz tűzött, farkas szemet nézett vele. A készülék bírta tovább. Később a fürdőszobába sietett, a mosdókagylóra tenyerelt, és oly közel hajolt a tükörhöz, mint a fel akarná öklelni képmását. Homlokát az üveghez támasztva töprengett. Most nem mehet el Zoéhoz, előbb el kell csípnie az ördögűző néven elhíresült gyilkost. Kényszerítette magát, hogy a laptopot elővéve leüljön íróasztalához, és még egyszer végigmenjen a büntettek anyagán, talán 10.000. ízben. Rá kell jönnie, miként kaphatja el mielőbb a méteg fickót, ha az mégsem sétálna a kelepcéjébe. Ördögűző a lakásukban lepte meg a prédáit. Utóbb a szomszéd vagy a rokonság találta meg az eszkábát keresztre kötözött, feszülettel összeszurkált, megkínzott, kivérzett, éhen halt áldozatokat. Először egy középkorú férfit. Lomeó ekkor még nem szerzett tudomást az ügyről. Másodikként egy fiatalember halt meg hasonló körülmények között. A helyi zsaruk értesítették Gorton csapatát. A harmadik haláleset a véltnél gyorsabban következett be. Ez segítette közelebb Gortonékat a megfejtéshez. Mindaddig hasztalan vizsgálódtak, mi lehet közös az áldozatokban. A tettes szerint vajon miféle módon szállta meg őket az ördög? A harmadik ifjú ismert, tarhás drogos volt, a halála napján lépett meg a leszoktatóból. Többen látták, amint a megvonás kínjában őrjöngve pénzt hunyorál a járókelőktől, hogy anyagot szerezhessen magának. A nyomozók részletesen tudni akarták, mit csinált az őrjöngő. Ezen a szálon visszafejtették az ügyet. A második ifjúról kiderült, hogy sok egyéb mentális gondja közül az ebb-fóbiája volt a legsúlyosabb. Oly mérvű, hogy a kutyát látott, vagy ez csupán szóba került, az önveszélyességig kifordult magából. Emiatt gyakorta keveredett tetleges konfliktusba, főleg az utcán. Semmilyen csoport és egyéni terápia nem vált hasznára, tablettáit nem szedte be. Az első áldozat skizofréniában szenvedett, gyakorta megfeledkezett a stabilizáló gyógyszer bevételéről. Rohamozás közben tört, zúzott, ordivált, és mindenáron Istennel akart tárgyalni. A tettes mindhármukat látta önmagából kivetkőzöttnek, vagyis olyképpen viselkedni, mint az ördög szállta volna meg őket. Márpedig az ő küldetése az ördögűzésre szólt. Kifigyelte a szolgáltatására szorulók életkörülményeit, és a saját lakásukon vette őket kezelésbe. A skizó férfi egyedül élt. A kutyafóbiás áldozattal lakó anyja kórházban tartózkodott a gyilkosság idején. A drogos ifjú földig amortizált lakásából aranylövés következtében kihalt a lakótárs. Mindhárman gyógyítatták magukat, ám nem ugyanabban az intézményben. Ha pedig ördögűző, nem kórházi dolgozó, akkor olyan egyén, aki mindhárom gyógyhelyen többször megfordult. Ki lehet? Mentős? Szociális dolgozó? Pap? Ételfutár? Konzultáns? Hamar kizártak több lehetséges csoportot is, mivel az elkövetési módszer alapján úgy vélték, a gyilkos középfokú végzettségű személy. A kopó csapat egyik tagja szerint esetleg olyan valaki lehetne még, akinek mindhárom helyen ápolták egy-egy hozzátartozóját, és azok látogatása során akadt meg a szeme leendő áldozatai. Lomeó borzongva közölte, senkinek se kíván ilyen terhelt családot. Ezt az abszurdot elvetették. Körbeszaglázták a szóba jöhető alanyokat. Egy küldetéstudatos mentős, valamint egy zavarodottként jellemzett kajafutár akadt fenn a rostán. A nyomozók észrevétlenül rájuk szálltak, ám vizsgálódásuk nem mozdította előrébb az ügyet. A sajtó éjjel-nappal eredményt, elfogást követelt, információkért könyörgött. Ördögűző újra támadott. Türelmetlen mohóságában ezúttal nem tárta fel kellőképpen kiszemeltje körülményeit. Ceremóniája elején betoppant az áldozatjelölt férje, így hát a küldetés meghiúsult. A papi öltözéket viselő férfi szembeszállt a férjel. Amíg ők a szőnyegen birkóztak, az asszony kiszabadította magát és csatlakozott a küzdelemhez. Végül az ördögűző atya csuhát, álarcot, füstölőt, bibliát hátrahagyva elmenekült. Vér és olváladék formájában genetikai nyomokat is elcsöpögtetett. Bőrfoszlányai a harcias nő körme alól szájából kerültek ki elő. Utóbb kiderült, az asszony nem volt skizofrén, fóbiás vagy drogos, tehát nem is kezeltette magát az erre szakosodott intézményekben, viszont rendszeresen kocogott a lakásához közeli parkban. A gyilkos látogatását megelőző napon egy erőszakoskodó szatír miatt jócskán kiborult,
és hisztérikus revűt rendezett a zsaruknak, a köréjük sereglő emberek bámész tekintete előtt. Alig, hanem ekkor akadt meg rajta az ördögűző szeme. A térfigyelő kamera jóvoltából sikerült megtekinteni a szatír ostromát, valamint a visszavert támadás utáni gyülekezetet. Ismerős arc bukkant fel a szálltátók között. A nő és a férje az ördögűzővel azonosította a cirkuszolást figyelő fickót. Számítógépes technikával pengeélesre tuningolták a képet. A nyomozók elballagtak a kórházakba a kópiákkal. Ja, ez, vigyeztette Ajkát a drogálvonó egyik nővére. Hát ez a csóka brosúrákat szokott osztogatni. Tudja, amikor az ápoltak megtudják, milyen múzeumba, szladiba menjenek, mint a pont ez izgatná őket. Meg hogy hol alhatnának, ha nincs kecójuk, hol gyonhatják meg a bűneiket, hol kaphatnak ingyen tűt, fecsit, kaját, ilyenek. De hát ez egy egész tündéri fickó. Szerinte nekem van a legszebb lábam a városban. A másik két intézményben is felismerték a 25 év körüli férfit, ám annak nevét senki se tudta. Az sem, honnan vette prospektusait, saját szakállára vagy mások megbízásából osztogatta-e azokat. Nem járt be rendszeresen, olykor egy-két hónapig nem mutatkozott, ezért nem került szóba a zsaruk korábbi firtatózása során. A medveszerűen termetes, platinaszőke hajú, angyalarcú férfit körbelengte valami különös, kénköves tik, a taszító feeling a fotón is átjött. A kórházi nővérek azt mondták, meg se próbálták behálózni a jóképű mackót, mert távolságtartónak, idegenszerűnek érezték, olyannak, aki nem igazán férfi, annak ellenére, hogy mindegyikük lábát agyba főbe dicsérte. Ám az orgánuma volt a legérdekesebb. Olyan furcsa késdobáló hangja van, jellemezte egyikük. Vagyis? Értetlenkedett Lomeó. Ja, hát tudja, amikor az ipse beszél, magának olyan érzése támad, mint a körbe dobálnák késekkel. Lomeó hümmögött. Nem könnyen élet meg benne az ördögűző hangja. Az angyalarcú mackó képét leközölte az összes média az újabb nevezettel együtt. A következő napon jelentkezett egy szálloda ellátó cég alkalmazottja és panasztett. Hallottam, na láttam is a fotókon, hogy az agybajos gyilkos minden áldozat mellett hagyott egy bibliát. Hát kérem, mi tőlünk lopta el? A biblia fogyóeszköz, a hotelosok szeretik, ha minden szobájukban hever egy példány, a nakkaszlin. A vendégek időnként elcsomagolják a könyvet a fogkeféjükkel együtt. Megjegyzem, hála Istennek, mi szállítjuk a pótlást. A fickó, akit köröznek, nálunk dolgozott, a féle lóti futiként, amíg ki nem rúgtuk. Ugyanis nem csak a bibliákat nyúlt el a nagy számban, több más holmink is a mancsához enyveződött sajnos. Pedig olyan arca volt, azt hittük naponszat tündérekkel, angyalokkal társalog. Amúgy zárkózott, magának való ürge volt, a női dolgozókat folyton azzal tömte, milyen klafa a lábuk. De arról nem tudok, hogy effektíven is tömte volna őket, már ha értik a tréfát, ugye. Nos, különben Angelo a neve, ami szintén vicces, úgy sejtem. Angelo Kufár. Hát kérem, jó lesz, elkapják a fickót, már amennyiben tényleg ő az ördögűző, mert 100 darab bibliát nyúlt le tőlünk, és az ugye bár, ha jól számolom. Elárulná Angelo Kufár címét? Kérdezte Lomeo. Utóbb nem lepődött meg, hogy nem találták a hajlékban a fickót, mi több, ott végleges kiköltözés jeleit észlelték. A riporterek szélsebesen felhajtották Angelo Kufár hajdani tanárai, diáktársait. Nyobába eredtek a 20 éve lefalcolt anyának. Egymással versenybe találgatták, vajon a nő miért hagyta el a férjét és fejlődésben lévő kisgyermekét, és lám, ez hová vezetett? Percekkel a zsaruk távozása után ők is levadázták az apát. Az egykori családfő elme otthonban éldegélt, és ha szedte a pirulákat, nem volt vele semmi gond. A riporter érdeklődésére a szintén medveszerű apa közölte, 7 éve nem látta Angelo fiát, amúgy is kitagadta a kis mocskot, mert az juttatta őt privékkézre, mellesleg a dokikat érti ez alatt, de mindezt már elmondta az előbb a zsernyákoknak, különben pedig még nem kapta meg a reggeli tompítóját. Ezután a sajtómunkás szaladta, hogy csak bírt, sportosságának köszönhetően épp bőrrel kijutott az intézményből. Végül hangulatos beszámolót rittyentett a történtekből. Bolond specialistát is kerített, és az akkurátusan kifejtette, alig hanem az atya bántalmazta és molesztálta is fiú gyermekét annó, továbbá terheltségét is ráörökítette. Most pedig ennek levét issza az ártatlan védtelen társadalom. Az agyfürkész nem adta nevét a diagnózishoz, Lomeo szerint fene jól tette. A feltárást végző zsaruk számára hamar világossá vált, hogy Angelo teremtett lélekkel nem állt kapcsolatban, teljesen elszigetelten élt. Nyomát sem lelték, hogy valaha is nővel vagy férfival járt volna. Mindez egybevágott az általuk összerakott képpel.
Kufár hajdani iskolatársai, tanárai, morózus srácra emlékeztek, aki gyakortan megrémítette őket sötét nézésével, fenyegető morgásaival, ha pedig fizikai összetűzésre került sor, bárkit letepert, betonba döngölt. Egyiküknek megsúgta, hogy az öregén edz otthon. Régebben fordítva volt, mondta, de mióta megnőtt, már ő szokta eltángálni az idegbajos fatert. A srác fenntartás nélkül hitt neki. Angelo érettségi előtt pár hónappal kimaradt az iskolából. Romeo és társai körbeszimatolták az anyát és annak környezetét, ám az asszony tényleg 20 éve nem látta a fiát, és kijelentette, most vágyik legkevésbé porontja láthatására. Ördögűző köddé vált. Kopófalkák keresték őt mindam a helyeken, ahol felbukkanhatott. Hajléktalan szálláson, csövesek között, elhagyott házak melléképületeiben, erdőn mezőn kutatták. Romeo eleget tanulmányozta ahhoz, hogy gyanítsa, miként mozdíthatná királytekéből. Feltételezte, hogy Kufár érdeklődik az utána folyó hajsza fejleményei iránt, és mivel nem állt távol tőle az álcázás, minden bizonnyal figyeli a tudósításokat. Megbeszélte a követendő taktikát a tetőfény szerkesztőivel. Beült a stúdióba, és feszülten válaszolgatott az arrogáns riporter öv alá és torokra irányzott kérdéseire. Figyelmeztette a fickót, vigyázzon a mélyütésekkel, ne akarja, hogy ő elveszítse a fejét. Ostromlója nem hallgatott az óvó szóra, tovább feszítette a húrt. Addig-addig, míg nem Romeo kiborult. Kiabálva felugrott, félredobta a székét, megragadta és hosszan lóbálta a kérdezőt. Mindeközben haja szétbomlott, szeméből a megszállottak tébolya sütött. A levegőben himbált riporter gilingalangozó lábbal siránkozott. Na de, Romeo, kérem, tegyen le! Engem otthon várandós asszony és pulya sereg vár! A fúria dühös zsaru az asztalra dobta az óbégatót és kimasírozott a stúdióból. Nem sokkal később együtt kortyolták a viszkit egy bárban, és a fali konzolokon ácsorgó tévében nézték a botrányba fújt interjút. Romeo viszonyogva figyelte alakítását. Higgadt természetű lévén sosem került ígyféle önkívületbe. Szívből örült, hogy Zoé ritkán néz tévét. A riporter elégedett volt magával. Úgy vélekedett, szerepét nem játszotta sem túl, sem alul. Kiitta a viszkit, megpaskolta a mellette ülő zsaruvállát. Te hidegvérrel blöffölsz, komplett idióta vagy, mondta borzongó nevetéssel. Tudsz róla, hogy egy pszichopata lakik benned? Romeo tekintete néhány pillanatra nyomasztóvá mélyült, feketült. Egy, nevetett. Ilyen kis pályásnak nézel. Mellesleg mindenkiben lakik néhány szörny, benned is. Nem mondtad, sosem észlelted őket. Ja, te a bennem élő sárkucikra gondolsz, vigyorgott a tudósító. Sárkucik, szörnyucik, lidérszkék, démonkák nem szelídülnek meg a becézgetéstől, fogd őket keményen. Romeo úgy gondolta, nyugodtan a médiára bízhatja a továbbiakat. Azok majd szanaszét elemzik, unásig csócsálják a stúdió péli botrányt. Megszállottságának híre hamarosan célba jut, és remélhetőleg motiválja ördögűzőt. Neki csupán várnia kell, és előbb-utóbb történik valami. Kufár lépre megy, hibát követ el. Arra azonban nem gondolt, hogy ő jelenleg képtelen a karba tett kezes várakozásra. Miért nem köti le elméjét a munkával, már is a telefonra mered. Mit vár tőle, hogy majd megszólal? Nem teszi. Ő bántotta meg a lányt, akit szeret. Még az is lehet, hogy ráijesztett, amikor ezt azt elmesélt magáról. Talán ezért ment el. Keményen ő, ha eldönt valamit, azt komolyan kell venni. Tehát ő lesz kénytelen telefonálni. Ezt ismerte. Zoé szinte sosincs légihíd közelben. Armand is ritkán tartózkodik a falhoz madzagolt készülék hatósugarában. Viszont neki van mobilja, csak éppen sosem tudja, hol hagyta el a kegyerét. Különben is mit mondjon Armandnak, hogy megvész a húgáért? A lóember nélküle is tudja ezt. Tehát az ördögűző bekaphatja. Motiválódjon még egy napig. Ő nem bírja tovább. Le az ostoba férfiúi büszkeséggel, amely inkább hiúság, semmint büszkeség. Muszáj helyrehozni a kisiklatott magánéletét. Magához vette laptopját, mobilját, iratait. A garázsba nyitott, a hátsó ülésre hajtotta a holmit, aztán mérföldes léptekkel visszasietett a Nick Cave korongért. Kocsiba huppant, amíg a távkapcsoló kinyitotta a garázs ajtót, a lejátszóba tolta a gyilkos balladákat, majd gázt adott, az utcára röppent. Maximumra tekerte a hangerőt, teli tologból énekelt Cave-vel. Amikor felhajtott a 23-asra, felötlött benne a kétely. Rosszul emlékszik, hogy hazaérkezéskor nyitva hagyta a csomagtartót? Nem hagyhatta nyitva, hiszen az iménti induláskor helyén volt a fedél. Nyilván kiesett az emlékezetéből a lecsugás pillanata. Ez szenilitás nélkül is előfordul a százszor ismételt rutin mozdulatok esetében.
viszont nem jelentene kényszerességet, ha mégis utána nézne a dolognak. Hogyan? Menet közben batyogjon hátra csomagtartót a tőt csapdosni? Amikor látja, hogy az rendben van. A műszerfalon sem észlelhető a nyitott ajtójelzés. Hát ez nonsens. Lomeó elvigyorodott. Kész, rögvest bekattan. Na, hiszen nő van a dologban. Nő és szerelem. Felborult a lelki egyensúlya. Folytatta a dalolást, jól lehet a szöveg, brutál kemény volt. Padlógázzal robogott a lelki egyensúlya után. Ördögűző. Angelo Cufár zötyögött fektében. Az imént izgalomtól az összes adrenalinja csúcsra járt. Haláli hány ingere lett, majdnem kidobta a csandát. Jól van, most mérehatókat lélegzik, nyugodtan fekve marad, összekapja magát. Átgondolja. Amíg zötyög, nem lehet baj. Baj, baj. Igen, az baj, ha őt lepik meg, nem pedig ő a meglepő. De itt legalább gyengébb a sugárzás. Lehet, hogy a metálfény másfelé vezeti az ármányt. Különben őt nem gammával lövetik, mint a tucat átlagot, hanem kriton sugárral, ami rosszabb, de ez is a személyiség része. Majd eldiskurál erről Istennel. Már milliószor átgondolt mindent, nincs is mind gondolkodnia. Isten azt mondta neki, hogy az ördög nem való a földre, az ördög a pokolba való, és neki kell odahatnia. Hát először azt se tudta, hogyan fogjon hozzá, de aztán rájött hamar, utóvégre gyerekkorától tudja, miféle módokon mutatkozik meg az ördög. Tulajdonapját is megszállta, és ő nem sokára ki fogja űzni belőle. Csak az a bökkenő, hogy a fater őrzött intézetben csücsül, másodmagával lakik egy szobában, viszont a kiüzetési aktus teljesen zárt körű, máskülönben hatástalan, és még a zsárnyákok is jönnek. Ő pedig most a figyelem középpontjába került a rohadék zsaru miatt. Szóval várnia kellett kicsit, jelenleg nem a fater kihajtása a legfontosabb. Isten is azt mondta, legyen óvatos. Bár ő szikrányit sem hibázott, hanem mindenről a mocsok zsaru tehet, mégis őt csesztetik a sugarazással. Na mindegy, megoldja, és akkor abban marad a kriptonágyúzás. Próbált elbújni előle, de nem csak a kozmoszból jön, hanem mindenfelől. Az utcai lámpák és a kukák is benne vannak az ármányban. A postaládákból például halál erősen zúdulnak kifelé a sugarak. Hasoncsúszva se lehet kitérni előlük. Azon felül még a közlekedési lámpák állati veszélyesek. Nem is megy a közelükbe, ívesen kerülgeti őket. A büdös francba a kurva zsaru jól beleszart a levesbe. Világos, hogy ki kell hajtani belőle a gonoszt. Csöves csinált belőle. Beragadta a képét a tévékbe, meg a lapokba. Most aztán jelmez válozhat, hogy föl ne ismerjék a pofázmányát. Még hogy ő az angyalarcú mackó. Ki látott olyat? Hát ezt hogyan képzelje el? Tökre nem normálisak. Mint az az ördöngös ipse a bolond ambulancián. Üvöltözött, hogy Istennel akar beszélni. Na persze, Isten majd pont vele fog szóba állni. A dinkapasas föltöz verdeste magát, utána meg falthoz csapdosta fejét. Hát, az meg csak nem akart szétlocsanni, mint a piros bélű dínje, pedig milyen pöpecül nézett volna ki. Az ápolócsajnak elég volt azt mondani, hogy szuper szép a lába, mert köpte is a megszállott ipse adatait. Ő pedig nem készületlenül ment el hozzá gonoszt hajtani, füstölőt szerzett, igazi töménest, saját kezűleg fabrikálta a rózsafüzért, akárcsak a keresztet, a strapabíró damérszára fűzte fel a szemeket, mert az akkor se szakad el, ha jól meghúzzák a nyakon. Meghegyezte a régiségboltból capcarált részfeszületet, fogta a Bibliát. A szintén saját készítésű kámzsás ornátust, meg az állarcot is a lakásban vette fel, oda persze észrevétlenül jutott be, ez sosem okozott gondot számára. Aki nem szeret igázni, az legyen képes bárhová beosonni, nem de? A megszállottas ipse aludt, a hold besütött az ablakon. Persze a holdról is lőtték rá a kriptonokat, sőt onnan még a kapott nyalábokkal is bírtak bombázni. Az ám a kacifánt. Ő ennek ellenére nekifogott a szertartásnak. Minél hamarabb kihajtja a gonoszt az ipséből, annál előbb abban marad a sugarazás, és pihenhet valamennyit. Az ördöngös ipse pont felébredt, amikor lefújta a képét a mentősöktől csószerolt kéggázzal, de nem sokáig nyisgött. Már alig vergődött, amikor rákötözte karját a keresztre. Na persze, ha mégis ugrált egy kicsit, akkor ő rántott egy nagyot a nyakára húzott rózsafüzéren, és hangosan skandálta, hogy a ceremónián kell. Szent olvasó, segíts nekem, hajtsuk ki a rosszasságot Isten hírivel! A hajtott ipse meghallotta, hogy itt van az Isten. Na, egyből felizgult a belé bújt ördög, és szörnyűségeket kiabált. És még ugrált is, de ilyenkor ő megbögdöste a melkosát a kihegyezett feszülettel, és egy idő múlva szép nagy csönd lett. A kihajtás sikerült. Levette a szent olvasót az ipse nyakából, szemenként végigcsókolta, térdre borult az ágy mellett, és mondta Istennek, hogy abba lehet hagyni a bántó sugarazást, és az abba is maradt.
Hetek múlva egyszer csak megint kezdődött a kriptósugarak özönlése a kozmoszból. Ő megfogta a hotelportákon meg a szociális munkásoktól összeszedett brosúrákat, és elment egy másik bolond kezelőbe, mert nem hülye, hogy ugyanoda járva nyomot hagyjon maga után. Pontosan tudja, hogy az eretnek zsaruk üldözik az ő tevékenységét. Amúgy mindenki más is hitetlen. A dekadencia lesz a világ halála, megmondta neki Isten. A váróban mindenki nyugton ült, tompán bámult, sehol nem mutatkozott, senki megszállott, holott a kriptonozást kurvára meg kellett volna szüntetni már. Ekkor jött egy csaj, bakancsban, bokára harmózott térzokniban. Piszok jó virgácsa volt amúgy, pedig ő neki kiskorától nem lehet újat mondani a szexel, épp ezért szarik rá, törjék érte magukat a heterofroditák. Részéről az egész érdektelen, és szégyellje magát, aki csinálja, majd Isten jól besugarazza őket, ha nem bírnak magukkal. Szóval jött a csaj, kezében plüss állatot szorongatott, lehetett vagy 30 éves, és még a térzoknél szőrkutyusnál tartott. Hát nyilván olyan behatásos nevelést kapott a faterjától, akárcsak ő. Na, és ekkor az egyik tompult ifsa meglátta a kutyuskát a csajnál. Felpattant, letépte válláról a hátizsákját, és pörgött, forgott, mint a körhinta, és a puttonnyal csapkodott maga körül, és ideglelten ordított, hogy el innen a kutyával, segítség, vigyék el innen a kutyát! És olyan rémült volt, mintha a faterja akarna tőle valamit. Ő pedig rájött, hogy most ezt az ipsét szállta meg a gonosz, és kihajtásra vár. Megszerezte a címet, nem sokára felkereste kliensét. Ugyanúgy járt el, mint előzőleg, a kéggázzal kombinált rózsafüzéres folytás halál jól bevált. Akkor éjjel még a kapott nyalábozás is elég gyenge volt, viszont a Hesperidák teljes rajjal kéményen keresztül lőtte rá az árványt, hát az is rohadt rosszul esett. Na, de miután végzett a ceremóniával, a kutyahisztis ipse elnyugodott, és a kozmoszból irányzott kínzás abba maradt. Ő levette az ornátust, és kielégülten hazament. Pár napra rá megérezte, hogy baj lesz. Bármerre ment a városban, mindenütt látta róla szóló újságokat. Éjjel leszette a régi ócska tévéről a három réteg szigetelőkartont, vállalva, hogy azon keresztül aztán úgy besugarazzák, hogy lebomlik az agya, de muszáj volt hallania, mennyire jutottak az anyomába. Meglepődött, milyen hízelgően hatottak rá hallottak. Ördögűző, ez ám kóser. Isten azt mondta, ne szarjon be, sosem teszik rá a zsaruk a mancsukat, mert személyesen vele van, és vigyáz őre, utóvégre ő, Angelo, az Isten igaz katonája. De azért neki jól esett, hogy mozsolgatta a rózsafüzért, amíg a kopók nyomták a rizsát a tetőfényben. Így, meg úgy, meg amúgy, ő a felét sem fogta fel a süket szövegüknek, vissza is dobozolta a kriptonozó ágyút a kartonpapírokba, és elsöpört aludni. Sosem fogják meg, soha, ezek. Ezúttal sokkal rövidebb ideig volt jól, mint az első hajtás után. Nagyon hamar újra kezdődött a kriptonsugarazás, és jóval kínzóbban csinálták. Muszáj volt megint a kedvükre tenni, hogy cserébe születeltessék az ármányt. Pont kapóra jött a kis féreg az elvonóba. Hát ez nagyon meg volt szállva a gonosz által. Körömmel kaparta az arcát, testét, egymáson feregette a lábait, és úgy nyűszített, mint akit az apja macerál. Közben meg úgy járt a szeme, mint a teniszlabda. Mielőtt nyugit tapasztalt a kiáratnál, kisonnyogott az utcára, száll pacskerban, pizsiben. Ő meg utána eredt, na még szép. Utóvégre felismerte, hogyha ebből a megszállottasból kihajtja a gonoszt, akkor szünetelni fog a kriptonsugarazás, meg a kapott nyaknyalábozás is. Kerülgetnie kellett az ármányos postaládákat, kukákat és egyes embereket, akik szintén lövelték a kínzó sugarakat, de azért a kliens nyomában maradt. Az meg rinyálva pitizett a körülötte járóknak egy kis zséért. Kenyérre kunyarált az aprót, de persze mindenki tudta, hogy a betépéshez kell neki. Az emberek félretolták, vagy kikerülték a vézna ürgét. Dekadens világ. Az a nyápic az ő félkörmére sem lett volna elég, ha birkózni akart volna vele, csak hogy nem akart. Pont nála volt a hátizsákban a ceremóniás cucca. Mondta is a nyávogónak, menjenek hozzá, ha egyedül lakik. Nem fogja megbánni, szipuszhat kégázt. Na ez ettől teljesen kiborult. Elugrált a talajtól, tapsikolt, visítozott, tisztára, mint egy dinka. Szörnyen kilátszott belőle a gonosz. A kis ürge a két sötét lyukból álló ragacsos odújában még ágyat sem tartott. Ő pedig kénytelen volt a padlón térdelve végezni a kihajtást. Az ipse fickándozott, így hát ő a rózsafüzérhurokkal csitította a vergődést, és alaposan torokba fújta a kéggázt, hogy a kliens nyugton legyen a szentséges ceremónia alatt. Ám az feszt vinnyogott, vergődött, meg se kottyant neki a szipugáz. Ő összerakta a megfeszítő keresztet,
rákötözte a nyálpicot, és a hajtós szertartáshoz látott. A gonosz ragaszkodott a maradáshoz, közben a kriptonsugarazás és a kapott nyak nyalábozás a kínok kínjává erősödött. Összedöfködte a kézi feszülettel a fetrengő megszállottast, hogy mielőbb kiűzze belőle a rosszasságot. Cseppet sem izgult, pedig megírta az újság, hogy a zsaruk kiderítették, mivel csinálja a sebeket. A folytogatás nyomokból kiokoskodták a rózsafüzért is. Na és? Egyszer csak a gonosz elinalt, a sugár ágyukat elzárták. Kínzatása abba maradt, és ő kielégült. A nyálpic hörögve moszorgott, ujjaival kapirgált, amikor ő felállt mellőle. Rövidesen megint az ördögűzőről írtak a lapok. Gyalázták a tehetetlen rendőrséget. Talán mégsem olyan tehetetlen az. Ő bizony pár napja azzal kelt és feküdt, hogy a zsaruk rábukkanhatnak, és akkor mehet a dinkaházba, és ott nem menekülhet a sugarak elől. Pedig körülötte lesz a sok bolond, akiket megszállt a gonosz. Ha nem hajthatja ki őket, inkább meghal. Mind többször gondolta meghalásra. Éjszaka kidobozolta a sugárágyút, és megnézte a zsaruk műsorát, a tetőfényt. Akkor látta először a hosszú hajú kopót. Nagyon megrémült tőle. Az ipse nem megszállatos volt, hanem maga az ördög. Ő csaladatlanul egyből megérezte a belőle sugárzó ördögséget. Az volna ám a nagy fogás, ha meghajtaná a gonoszt. Hónapokra abba maradna a kriptonágyúzás. A loboncos zsaru a szemébe mesélte az ő borzadályos gyerekkorát, a szenya faterjét is tudta. Azt is elmondta, mit érez ő, Angelo, de hát honnan tudta? Az ördög mindent tud, míg éppen Isten szeme mindent lát. És ha megvakítják az ördögöt? Úgy döntött, becserkészi a hosszú hajút és elhallgattatja. Senki se hadoványon az ő rejtett titkairól. Ugye, hogy a képláda a legveszélyesebb sugárágyú? Ugye, hogy ugye? Gorton nyomába eredt. A széllábú csajok révén kiterítette, hol az irodája, a lakása, milyen kocsival furikázik. Egyik ilyen utána járásakor botlott össze a megszállatos tyúkkal a parkban. A nőci felalá rohangált, megtoporzékolt az egyenruhások előtt, haját tépte, arcát karmolta, sikongott, zihált, liegett. Arra hivatkozott, hogy az előbb rátámadt egy mesztelen űrge, holott világosan látszott, őrá van szüksége, kihajtásra vágyik. Mesztelen űrgének híre hamva se volt. Hazáig követte a tyúkot. Másnap besurrant a lakásába. Nem várhatott tovább, mert megint halálosan killódott a sugarazástól. Majdnem ráfaragott. Épp amikor a megszállatos tyúkot kötözte a keresztre, a férj hazaesett és rárontott. A tyúk is leoldozta magát a megfeszítőről, és foggal körömmel piszkavassal rohamozott. Még szerencse, hogy ő tényleg akkora, mint egy medve, csak jóval erősebb. Talpon maradt, elmenekült. A fejét hasogató kripton ágyúzás fokozódott, pláne fokozódott, amikor meglátta a lapokban a saját arcképét. Lekamerázták a pofázmányát, felismerték, elkapják, rázárul a dinkaház, halál ártatlanul. A dekadens világ sohasem fogja megérteni az ő áldott tetteit, ő mindig Isten nevében cselekedett, sosem önfejűen. A szürke szemű, hosszú hajú zsaru köpött a levesébe, szörnyen rá fog fázni a mocsok, mert ő nála is nagyobb, erősebb, kihajtja belőle a gonoszt. Mivel Gorton maga az ördög, hát ő teljes egészében elceremóniázza az űrgét. Az üldöztetéstől tartva elhagyta az otthonát, sokat sírdogált emiatt. Bokorban aludt, reggel éhen maradt. Délben kaját szerzett egy szép lábú csajtól. Hajfestésre nem volt mód, besétált egy fodrászhoz, elnémította az űrgét, elrakott néhány parókát. Később az egyikből bajuszt, szakált fabrikát. Feje mind jobban fájt, a sugárnyaláb bombázás erősbödött. Éjszaka belopakodott a házba, melynek ablakán kihallatszott a zsaruműsor szignálja. Minden önuralmára szükség volt, hogy moccanatlanul álva maradjon a sugár ágyút bámuló némber fotelja mögött. Vele együtt hallgatta Gorton neki címzett gyalázkodását. A vénytyúk pattingatta az ujjait. Ejha, ejha, nyögögte, micsoda pasas! Magában beszélt, tök dinka spinkó volt. A loboncos zsaru szétzilált hajjal tombolt, rázogatta a riportert esztordibába, elkapom az ördögűzőt, pontosan így. És tovább rázta, lóválta a vinnyogó ipsét. A sugárágyúzó vénnőci meg nyögdécselt, mint egy nyüstölt kurva. Micsoda ördögi férfi, lihegte. Ő pedig nem csapta le a bujabanyát, mert ő jó ember. A sugárnyaláb bombázás elől visszatért az utcára. Megint bokorban aludt, mint az űzött vad. Ebből elég, legyen vége. Nemrég beugrott egy templomba füstölőért. A tisztelendő ipse nem akarta odaadni a gőzridikült, holott ő fer alkut ajánlott, cserébe meghagyja neki a misabort. Nem, a terhes ruhás űrge tovább pattogott. Ráemelte, ő rá, a feszületet, vezetőre azt a szentolvasót, és Isten nevében átkozódott.
de ezt jól megbánta. Ő belekortyolt a misaborba, az ital maradékát a padlón heverő ipsére öntötte, benézett annak szoknyája alá, de csak az volt ott, amitől kiskora óta írtózott. Végül elsétált a füstölővel. Besúrrant Gorton garázsába. Kapura jött a nyitott csomagtartó látványa. Befeküdt, magára húzta a fedelet, és várta, hogy a pakolászó zsernyák visszajöjjön. Amikor rányit, ő meglepetés, kurjantással a szemébe döfi a meghegyezett feszületet. Várt, várt. Gorton nem jött. A feledékeny hülyéje. Na majd álmában kapja el a tyúkeszűt. Az meg majd jó alaposan elkerekíti a szemét, amikor felriad, és nem bír mozdulni a kötéltől, folytófüzértől. Ő majd elskandálja a megváltó igéket. Szentolvasó, ezennel kiirtjuk az ördögöt. És akkor elnémulnak a hangok a fejében. A sugárnyaláb bombázás is abba marad, mindörökre. Ámen. Jó volt tervezgetni. Kimerültségében már-már elszúnyókált. Hanem egyszer csak a kocsi megrázkodott, a kormány mögé vágódó zsaru lendületétől. A következő pillanatban a mocsok űrge kipattant a helyéről és elsüvített. Most mi van? Ő két kézre kapta a feszületet, hogy tüstén döfhessen, mielyt a fedél felpattan fölötte. Nem ez történt. A loboncos ördög visszaült és gáztadott. Azóta csak megy, 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 és közben az őzilált idegrendszerét tépázza a bömbölő dalolással. Na és milyen ingerlőeket dalol az énekessel, aki szintén megszállatos, érdemes lesz foglalkozni vele is. Fogalma sem volt, meddig bírja, hiszen a dalszövegek egyfolytában kihajtásra csábították őt. Rémséges volt az a kocsi. Kívülről ugyan nem törtek át a kripton sugarak, ám odabent hemzsegtek az ördögök. Fogai közé harapta a feszületet a sötét csomagtartóban. Kitapogatta az ülés hátulját arra kíváncsian, átjutat-e az utastérbe azon keresztül. Na, hogy átjuthat. Egyetlen mozdulattal ledöntheti a támlát, és a mocsokzsaru meg se hallja a puffanást, mert most már egy nő is kornikál a CD-jén. Hú, ez ám a gyilkos terce. Megkérdezte, mit szól Isten a tervéhez, ugyanis az kurvára kockázatos, hiszen a kocsi szágult, és ha ő folytogatni, szurkálni kezdi a megszállottat, baj is történhet. Na és, kuncogott Isten, akkor meghalsz. Véget ér a kriptonágyúzás, nem lesz több tépő fejfájás. Találkozol velem. Akarsz velem találkozni? Hogy ne akart volna? Kézbe kapta a folytófüzért, fogai közé a kihegyezett feszülettel, az üléstámlához szorította vállát. Úgy döntött, elszámol háromig, mielőtt kirobban búvó helyéről.